15 éve kezdte meg működését a PTE Táncoló Egyetem. A projekt születésnapjára egy igazi otthont kapott. Az évfordulón került átadásra az Ifjúság úti kampuszon található tánc- és mozgásterem. Nagyon örülünk ennek a gyönyörű teremnek, ahol most éppen vagyunk. Ez egy hatalmas mérföldkő, hiszen a 15 év alatt nagyon sok helyen megfordultak a kurzusok. Most már elég régóta ebben a teremben vagyunk, eddig még labdajáték teremnek nevezték, azonban mióta ez a felújítás végbe ment, egy gyönyörű tánc és mozgás teremmé alakult át, parkettázott, több mint 300 négyzetméteres, tükrökkel borított, valamint balettrúd is található a teremben, úgyhogy mindenféle tánc és mozgás számára ideális, és egy gyönyörű dekorációt is kapott, amelyek mind-mind a tánc iránti szeretetet tükrözik. Az átadó után a PTE Tánc Együttes és a PTE Brass Band vezetésével indult meg a karneváli felvonulás a jubileumi gála műsor helyszínére. Kiskorom óta táncolok, a nagykanizsai táncos múltam után ezt szerettem volna itt Pécsen is folytatni, és ez az egyetem mellett nagyon jó kikapcsolódást és rengeteg élményt ad számomra. Ez alatt a 15 év alatt több mint 25 ezer regisztrált résztvevőnk volt, és közel 60 féle kurzust kínáltunk az érdeklődőknek, mind a Pécsi Tudományegyetem polgárainak, mind pedig a külsős érdeklődők számára. Mindig igyekszünk követni a trendeket, hogy éppen melyik a legsikeresebb kurzus. Annak idején például az ear step tánc hatalmas népszerűségnek örvendett, aztán ahogy Michael Flatley is egy kicsit a háttérbe vonult, úgy ez a kurzus iránti érdeklődés is megcsappant, és akkor megint találtunk újat, ami éppen nagyon sok érdeklődőt vonzott. A bemutató is a Táncoló Egyetem sokszínűségét tükrözte. Bemutatkoztak a különböző stílust képviselő táncosok, és természetesen az oktatók is. Az ünnep a köszönet nyilvánításról is szólt. Többek között Zeller Gyula, a rektor helyettes úr támogatását is egy díj formájában ismerte el a projekt. Amikor ez 15 éve elkezdődött, akkor egy nagyon lelkes kis mag indított ezt az egészet, és hát azt gondolom, hogy illik megemlékezni ilyen tekintetben Törőcsik Mária professzorasszonyról, aki hát az ötletgazda volt tulajdonképpen, és hát fokozatosan kiterjedt, egyre nagyobb lett, egyre professzionálisabb lett ez az egész Táncoló Egyetem projekt, és azt gondolom, hogy ez a Pécsi Egyetemnek egy olyan különlegessége, ami egyedülálló. Nagyon sokan irigykednek rá, hiszen az egész egyetemi szférában híre ment annak, hogy nekünk ilyen programunk van. Az estet Vastag Csaba koncertje zárta, több a táncosokkal közös produkcióval. A nézők ülő sorából egyszerre táncoló tömeg varázsolódott, ami már önmagában is tükrözi a Táncoló Egyetem szellemiségét. Yeah.